Sonic Generations felépítése versus Shadow Generations felépítése. Az új Shadow Generations még nem játszottam végig, viszont már rájöttünk mintákból, hogy hogyan van felépítve a játék. Erről kezdtünk el beszélgetni az előző epizód végén, amikor a Kingdom Valley kihívásokat teljesítettem, most pedig akkor erről folytatjuk a sztorizgatást és diskurzust, a kevesebb néha több. Azért gondoltam én erre, mert itt úgy van felépítve, hogy mielőtt egy bosshoz vágnánk neki, kettő darab pálya van, itt ez most a Sunset Heights és a Kingdom Valley, a Sonic Generationsben meg három darab volt, és a kihívások, amik még szerepeltek, azok pedig szintén sokkal több volt, ugye ott pályánként azt mondja, hogy egy actre volt öt darab kihívás, szóval ott összesen azért elég sok. Mondhatjuk azt, hogy várj, előtte csak ezt, hogy csinálj meg ezt a kihívást ide felülre. Ja, azt hittem a kihívások az jövőnk, okay. Na ez is például, na várj, ne szaladjunk előre. Tehát a Sonic Generations-be a három pálya után volt 30 darab kihívás, a Shadow Generations-be pedig ez úgy volt, hogy két pálya után van, 8 darab kihívás így van felosztva, tehát ott egy pályához tartozik a Sonic Generations-be 10 kihívás, a Shadow Generations-be egy pályához tartozik 4 darab kihívás. Ez az, amire gondoltam, hogy a kevesebb néha több, mert itt akkor az alappályák is jól ki vannak dolgozva, plusz ugye ezek a challenge-ek is jól ki vannak dolgozva, mert nem kell annyi fajtát csinálniuk. De ami nincsen a Sonic Generations-be, viszont ebbe van, ez az a white space, ami fel van töltve ilyen kisebb kihívásokkal, és a story ütemek azért kidolgozottabbnak érződnek, hogy hogyan halad előre akkor ez a felfedezés, amit itt a white space-ben ugye fel tud ismerni Shadow, és amit meg tud tapasztalni Sonic, az kb. Annyi volt, hogy kiszabadította a barátait, és kész, köszönjük szépen. Tehát ott azt mondom, hogy be is fejeződött ez az egész dolog, úgyhogy az nem volt valami bővelkedő, viszont itt én meg vagyok egy kicsit lepődve, hogy tényleg arra gondolnánk, hogy na minél több kihívás, annál jobb, minél több pálya, annál jobb, de azért mégis van benne azért egy kis finomság és gondolat, hogy mi az, ami a játékos számára élvezetet nyújt. Az, hogyha meg van nyújtva nagyon hosszúra, és akár a pályadizájn vagy a játéknak az érdekeit nem tudják ugyanúgy elérni, mint hogyha inkább arra figyelnének, hogy amennyit kiszemeltek, akkor azok minőségiek legyenek. És szerintem itt inkább a minőségre mentek, ezért érződik és olyan jó a játékmenet itt. Amit még meg kell itt tennem, az az S-rank, 13 másodperc, és van még két gyűjteni való ezen a challenge pályán. Aha, ott van, akkor ez a második volt? Akkor egyet még kihagytam, még továbbra is kimaradt egy darab, nem baj, az S-rankot akkor már befejezem. És akkor még jobban szét kell néznem, még egy darab gyűjteni való kimaradt. Aha, itt volt egy felpattintós, és ott rejtőzik. Na jó van, okay, akkor ott rejtőzött el az a bizonyos gyűjteni való. Okay. De talán ez a jobb történetkidolgozás abból is származhat, ugye hát Shadownak azért nagyobb eredet története van, háttérsztoria, mint Sonicnak. Én valahogy úgy érzem most, hogy Sonic hogy jött létre, vagy mi lett vele, azzal úgy nincs annyi extra sztori, tehát hogy most tényleg Shadownak a háttere az jobban ki van dolgozva szerintem, mint Sonicnak, ne? Vagy lehet én nem vagyok még olyan tájékozott, de nekem ez az érzésem. Szóval ti mit gondoltok? Szerintetek jobban fel van építve a Shadow Generations, ahogy látjátok, hogy itt így milyen, vagy csak a játékmenetben tényleg az egész annyira jó, a pályák annyira jók, hogy akkor amiatt ilyen élvezetes és eredményes minden tekintetben? Mert hogyha azt nézzük, hogy mennyien vásárolták meg,
vagy azt nézzük, hogy hogy milyen értékeléseket kapott, az minden tekintetben jó. Mert például nem régibben, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt jelent meg a Prince of Persia Lost Crown, az jó értékeléseket kapott, de nem vásárolták meg annyian. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit fognak csinálni akkor azokkal az emberekkel, mert elvileg, hát ugye ami a Prince of Persiát fejlesztő csapatot átirányították, hogy Rayman játékot készítsenek. Ez igaz vagy nem igaz? Én még kételkedem, azért nem csináltam videót erről, mert én nagyon örülnék neki, ha tényleg igaz lenne, csak kicsit félek, mert a Rayman projektek jöttek, ugye a Super Mario Spark of Hope, vagy mi volt a neve, abban egy ilyen körökre osztott játékba szerepelt Rayman, volt egy ilyen sorozat, amiben szerepelt Rayman, szóval így nem tudom, hogy dolgoznak Raymanen, de akkor az olyan Rayman lesz, vagy nem. Ebben a pályában meg lehet mind a három gyűjteni való, csak még visszatérek az S rankra. Opa, 59-27, na jól van, hát nem kellett úgy lassabban ugrálgatni ahhoz, hogy meglegyenek a gyűjteni valók, és így meglett az S rank. Szóval erre vagyok kíváncsi, plusz még arra, hogy nem-e ez a remake az, ami így megcsinálta jobb formába ezt a játékot. És hogyha visszatérek akkor itt a Sonic Generations-re, ebben a játékon belül, akkor lehet, hogy jó lesz az irányítás, vagy jobb lesz az egész élmény. Még kicsit emiatt gondolkozok, hogy akkor milyen lesz, vagy hogy lesz, mert hogy azon változtattak-e, még nem próbáltam ki. Először teljesítem ezt a... Arra, oda, hogy kell, arra lehet, erről kell felugrani. Van valami? Jaj, nyomógomb, oké. Akkor szerintem ahhoz azt a nyomógombot először oda. Mert szerintem nem változtattak semmit azon, hogy most milyen a játék, ami a sima Sonic Generations-t illeti, de amit idehoztak el, az itt még ezeknek a hangjegyeknek a megszerzése is milyen kihívás, meg milyen kihívás. Az király, az Terios, az volt az eredeti kinézetes Shadow-nak, amit akartak. Szóval még itt is, mert ugye amikor csak a sima Sonic Generations-ben voltunk, ott akkor kb. Annyi volt, hogy ugye ráütöttünk a hangjegyre, kicsit ment körbe és visszatért, a legtöbb az visszatért. De itt még az is egy kihívás, hogy ugye megszerezzük magát azt a... Wow, azt a hangjegyet. Itt most nézzük a 2D-s akciókat. Ja, azzal robbantott szét minden... Lent ott van egy gyűjteni való. Az S-rankhoz jó, amikor nem kellene oda lemenni. Csak ott van fent egy gyűjteni való. Ja, az ilyen jó, érdekes kialakítás van, robbantós sztori. Második gyűjteni való. És ott volt felül valami. Ott van felül. Le kell lassítani az időt. Vagy anélkül is meg lehet? Meg lehet anélkül is, csak az S-rank. Ha benyomom az időlassítást, megvan az S-rank, szóval ennyi hiányzott. Gyűjteni valók megvannak. Mert a Sonic Generations-ben egy pálya után több kihívás volt, ez igaz, de azok közül nem mindegyik olyan egyedi, mert például volt az a kihívás, hogy menj egy doppelganger ellen, ami ugye ugyanúgy nézett ki, mint Sonic, az kb. Csak az volt, hogy menj újra egy versenyen, mert az ugyanaz volt, mint a sima pálya. Tehát ott a pálya dizájn nem is változott. De azért voltak jók, a Vektorosra szerintem mindenki mindig fog emlékezni, hogy a Vektor zene visszaküldő, az is király, meg hogy a karakterek jöttek, azok is jók voltak, de hát azért tényleg, ha belegondolunk, itt valahogy, hát ezt nem, ugyanazok az emberek csinálták ezt a játékot is, hát így. Amúgy tényleg most úgy tűnik, hogy én csak dicsérem ezt a játékot, de amúgy ha gondolkozok, hogy na mi az, ami nem tetszik a játékban, nem nagyon tudok úgy. Nem nagyon tudok mit mondani. Várjál, mert ott van a gyűjteni való, az a második volt. Vissza, oda-vissza. Ó, de érdekesen nyílnak ezek a... Érdekesen nyílnak kifelé, ott a felső. Megvan mind a három gyűjteni való. 45 másodperces teljesítés, amit el kell érni. Oda. Ez egy kör.
És elsőre meg is van. Jó, ez király volt. Király kis kihívásokat hoztak, úgyhogy... Úgyhogy ez a csapat maradjon, ez a csapat csinálja szépen a további Sonic játékokat. Amennyire tetszik ez a játék, annyira izgatottabb vagyok a jövőt tekintve, mert ez azért mégiscsak úgy félig új játék. Tehát a másik fele az ugye, várj, az hol megy? Hely. Oda föl, várjám, vissza kell. Jó, az is. Tehát egy félig új játék, tehát ez nem egy azért, hát ugye teljes értékűnek, hogy nevezzük, vagy ne nevezzük, tehát hogy tényleg érdekes ezen elgondolkozni, hogy akkor ez most mennyire új, mennyire nem, de tényleg egy teljes áru játéknak nem hiszem, hogy sokan elfogadták volna, de annyi biztos, hogy ez így, hogy mellé van így csomagolva a remaster, ez így szerintem elfogadható. Erre szerintem azt mondjuk, hogy rendben vagyunk. Hogy okay. Viszont ami nem okay az az, hogy nem tudom oda, hogy menjünk föl. Jó, megvan. Feltöltöttem a Chaos Controlt, ha bár nem biztos, hogy kell hozzá, de ide lent itt van egy Doom figura. Ezt felküldöm. Célzás oda, kilövés, chat, és aztán így megvan. Jó van. És a Sonic Generation zene. Jó. És még itt van egy láda is. Na ez is hozzátesz ugye a játékhoz, mert nem azért, bocs, Generations, de ott csak kb. Annyi volt, hogy körbe, hát hogy 2D-be tudtunk ugye járkálni a pályák között, de itt ezzel is úgy hozzáadtak annyi tartalmat szerintem, ami kiegészítette, hogy valószínűleg a végigjátszás körülbelül ugyanannyi ideig fog tartani a Sonic Generationsbe és a Shadow Generationsbe is, de nem is az a lényeg, hogy mennyi ideig, hanem hogy milyen minőségű és milyen jó érzéseket tudunk mi összegyűjteni a végigjátszás során. Remélem ti is élvezitek ezt, találkozunk legközelebb!